utazunk a Héven, nem nagyon szoktunk úgy kilépni a házból, nem azért, mert ez egy szabály volt, csak valamiért nem szoktunk vitatkozva, összeveszve, rossz sugárzással kilépni a házból. Tényleg, valahogy ez nem volt divatban, nem így éltünk. Nők, szerelem, férfiak és mi nők. Mindez központi téma volt Seffer Erzsébet előadásában. Kalandozásra, játékra invitálta az írónő a hallgatóit, akik többségében nők voltak. Az író-olvasó találkozó a nőnapi jegyében telt a Paksi Pákolic István könyvtárban. Mi nők röptetők, igaz mesék a szerelemről, nem csak nőknek címmel. Mi tudunk röptetni? Ezt majd el fogom mesélni, a Gyurkovics Tibortól hallottam ezt a nagy jó tételt, hogy azt mondja, ti tudtok röptetni minket, férfiakat. Mi nem röpdösünk úgy magunktól. Mondom, és akkor velünk mi lesz? Hát aztán majd visszaröptetünk. De ti kezditek. Nálatok van a marsalbot, szoktam mondani, úgyhogy ezt majd elmondom. És azt mondja, használjátok, mert minden bennetek van. Régen azt mondták, hogy a kötény alá, a nő köténye alatt sok minden elfér. De nem erről van szó, miközben ez is igaz. A régi nagy igazságokból sok igaz mára is. De hogy elfelejtünk játszani felnőtt korban. Nem játszik az ember. És közben meg lehet, és én ezekről is megpróbálok mesélni, hogy nincs korhoz kötve, hogy az ember úgy maradjon teremtő. Egy nő egyfelől ott van, hát az anyaság az egy akkora nagy adóász, vagy hogy mondjam, akkora nagy, nagy ajándék, és nem a férfi ellenében próbálok. Mások vagyunk, nem jobbak és nem rosszabbak. És a férfiak is nem jobbak és nem rosszabbak, csak mások. És ha ezt a másságot az ember elfogadja, tudja, akkor nincs baj. Vörös Sándornak van egy nagyon jó mondata. A nőnek bájolnia kell, és a férfinek meg hódítani. És ha ezt egy kapcsolaton belül meg tudja az ember tartani, akkor nincs baj. És én ezekről a megtartásról, hogy lehet bájolni 70 évesen, vagy hogy lehet bájolni akárhogyan, akár hány évesen, és akár milyen helyzetben, megpróbálok ezekről mesélni. És ez a kislány így beleáll így a levegőbe, azt mondja, hogy szia, anya! És ott állt lent a lépcsőnél egy piros kabátos nő, és azt mondta, hogy szerbusz, drága kis cicám, gyere! Seffer Erzsébet őszintén beszélt magánéletéről, férjével való kapcsolatáról. Nem szerelmesen ment férjhez, meséli, hanem mélységes bizalommal. Bizalommal mentem, nagy-nagy, mélységes bizalommal. És ez szinte több volt. És nagy szerelmek történtek és születtek kettőnk között, vagy én már nem tudom. Meg sok ilyen bölcsesség van, a Márainak van egy jó mondata, és ez igaz, már az ember tudja ilyen időskorban, hogy mennyire igaz, hogy a kapcsolatnak az a kulcsa, egy jó kapcsolatnak az a kulcsa, mondja ő, de ő egy rossz kedvű ember volt, szegény, hogy a kettő közül az egyik mindig jobban szeret, és ha a másik hagyja, hogy szeresse, akkor nincs baj. Ha most ezt visszafejtitek, vagy visszafejti az ember, ez tényleg így van. És ez se állandó, ez nem konstans. Van, amikor én szeretek jobban, van, amikor ő szeret jobban. Szóval, hogy nincs szabály. Én újra és újra beleszerettem a férjembe. Tehát ez nem úgy van, hogy így megy, mint egy csóva, és föl, és ott már ott. Igen, alkalmanként újra és újra nagy csóva lesz, szerintem. Mert a hála. A hála egy simogatásért, amikor te éppen ott sírsz, és nem tudod, hogy miért, hogy hozzád ér a másik, az a hála olyan, úgy átcsap egy nagy, kimondhatatlan szerelmetes szeretetté, vagy sok mindentől az ember. Nem mondom, azt mondom, hogy egy folyamatos. A szerelem az
az egy láng. Az föllobban, világít, ott van, megperzsel, jól megperzsel, és aztán meg kihúny. Aztán vannak az égető szerelmek. Oda nézett, és tudta valószínűleg, hogy minden délután 2:30-kor a hév első kocsijának a második ajtajánál ott áll egy piros kabátos anyukája. Nem volt kétség. És mondtam, hogy oda megyek a férjemhez, azt mondom, de hülyék vagyunk. Azt mondja, hát azok, nagyon hülyék vagyunk. És így megölelt.